A Krónikák második könyve első rész, Salamon Gibeumban. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Összehívta Salamon egész Izraelt, az ezredeseket, a századosokat, a virákat és egész Izrael minden főemberét, a családfőket, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a Gibeoni áldozóhalomra, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes az úr szolgája készítetett a pusztában. Az Isten ládáját Dávid már fölvitette Kirjat járimból, amikor helyet készített annak, ugyanis egy sátrat állítatott föl neki Jeruzsálemben, a rézoltár azonban, amelyet Becalél, úri fia, húr unokája készített, még ott állt az úr hajléka előtt. Ezt kereste föl Salamon és a gyülekezet. Fölment tehát Salamon az úr színe előtt álló rézoltárhoz, amely a kijelentés sátránál volt, és ezer égő áldozatot mutatott be rajta. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki, kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte Istennek, te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királyá. Most pedig, Uram, Istenem, váljék valóra apámnak, Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem enép királyává, akik oly sokan vannak, mint a földpora. Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudja mennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Isten ezt felelte Salamonnak mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. Azután visszament Salamon Jeruzsálembe a Gibeoni áldozóhalomról a kijelentés sátra elől, és uralkodott Izraelen. Salamon gazdagsága Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci és 12 ezer lova lett, amelyeket a harci kocsik városaiba rendelt, és a király mellé Jeruzsálembe. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az Alföldön. Salamonnak Egyiptomból még hozzá kevéből hozták a lovakat. A király kereskedői szerezték azokat kevéből, megszabott áron. Egy harci kocsit 600 sekel ezüstért hoztak Egyiptomból, egy lovat pedig 150 ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak. Előkészületek a templomépítéshez Salomon megparancsolta, hogy építsenek házat az úr nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát.